Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő percekben bemutatjuk, hogy ez pontosan mit jelent, és egy-két túlélési tippet is mutatunk majd. Sorban állnak a fehérváriak a belvárosban a vízosztós sátornál. Szerda óta lehet vizet kérni a város több pontján. 6 darab ilyen 19 literes ilyen hordónk van, az általában hát elfogy. Berobbant a nyár, az első hőségriasztás egyből a legmagasabb fokozatú. A város ilyenkor a hőségriadó terv alapján intézkedik. Elsősorban kiértesíti a közintézményeket, egészségügyi, szociális és oktatási intézményeket, hogy fokozottan ügyeljenek a hőség hatásaira, illetve megfelelő segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. A hőségriadó tervünk alapján kellett eljárnunk, ennek megfelelően különböző közintézményeket értesíteni a rendőrségtől, a kórházon, a mentőszolgálaton keresztül valamennyi nevelési intézményt, szociális intézményt, egészségügyi intézményt arról, hogy fokozottan ügyeljenek a hőség hatásaira, figyeljenek és az embereknek segítséget nyújtsanak. Természetesen a köznevelési intézményekben pedig a gyermekeknek. Ezen kívül a hőségriadó tervünk a vízosztás és az ivásra alkalmas szerkezeteknek a tűzcsapokra való felszerelését is kötelezővé teszi a város egyes területein. Így vízosztás a Városháztéren, a McDonald's melletti területen, a Piactéren, és a főutcán, a Magyar Királyszálló előtti területen történik 11 és 17 óra között. Ezen kívül a Fehérvíz ZRT a tervben megfelelő, vagy a tervnek megfelelően a vasútállomásnál a Proászka út és a Kaszap Imre utca sarkán, a Petőfi utca, Kossuth utca sarkán, a Várkörúton, a Brunswick óvodánál, illetőleg a Piactér Liszt Ferenc utca sarkán a tűzcsapra olyan berendezés szerelt, amely ivásra alkalmas szerkezet, természetesen ezt megelőzően a víz minőségmérése is megtörtént. Ezen kívül közélettéve a klimatizált helyiségeknek a listája is, amelyet úgy gondolom, hogy a legtöbbet az állampolgárok ismernek is, a különböző kereskedelmi egységek, vasút és autóbuszállomások, ahol egy kicsit lehet enyhíteni a hőség terheit. És ezen kívül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a város honlapján a tegnapi napon egy cikk jelent meg a Ha megszomjazunk a melegben címmel, a közterületi ivókutakról egy rövid összeállítás történt, amelyből pontosan meg tudják állapítani az állampolgárok, hogy nagyon-nagyon sok olyan közkút van, amelyen vizet lehet inni, ivóvizet szolgáltat a város, illetőleg annak a cégei. Én javaslom, hogy ezeket is vegyék igénybe. Tehát akkor el lehet mondani, hogy ennek a cikknek az alapján tulajdonképpen kiderül az, hogy a város szinte minden pontján van ivókutunk. Igen, gyakorlatilag ezt bátran állíthatjuk. És most ugye itt vagyunk a Városháza dísztermében, ahol nagyon jó az idő. Ide is, hogyha jól tudom, bejöhet bárki. Igen, munkaidőben, és hogyha nincs rendezvény éppen a Városháza dísztermében, természetesen ide is bejöhetnek az állampolgárok, és egy kicsit hűsölhetnek. Sokaknak már bevált túlélési praktikáik vannak a hőség átvészelésére. Vizes sapka, gyakori zuhanyzás és sok folyadék, ezek a leggyakoribbak, de van, aki a kultúrára esküszik. Sok víz, fagyi, aztán túlélem valahogy. Naponta többször zuhanyzok a kertbe, hosszú slagom van, amiben felmelegszik a víz, és avval zuhanyozok. Időnként hideg vizet locsolok a fejemre, vagy sapkát húzok a fejemre, amit előtte bevizezek, vagy hát ilyen kiállításon mulatom az időt, ami árnyékban van. A tartós hőségben az egészséges szervezetet is extrém igénybevétel éri. A szív- és a keringési betegségben szenvedőkön túl ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. Ezek elkerülése érdekében megfelelően kell ruházatot választani, gondoskodni kell az UV-védelemről is, illetve kerülni kell a tűzőnapon való tartózkodást. A legfontosabb pedig a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. Meg nem sokszorozódik, mindenképpen emelkedik a száma a rosszulléteknek. Elsősorban azok körében emelkedik a rosszullétek száma, akik alapból mondjuk gyengébb immunrendszerrel rendelkeznek. Gondolok itt a gyermekekre, idősekre, illetve akik betegség miatt gyengültek le. Sajnos az ő szervezetüket mindenképpen megviseli ez az extrém magas hőmérséklet, valamint sokszor vesszük észre azt is, hogy a nem megfelelő betartása ezeknek az általános szabályoknak, a nem megfelelő folyadékbevitel, az, hogy a napon tartózkodunk, hogy a nem megfelelő ruházatot viseljük, azért ezek nagyon nagy mértékben növelik a
kockázatát ezeknek a rosszul léteknek. Miért lehet fontos az, hogy ebben az esetben még több vizet fogyasszunk, igyunk, hogyha nem tesszük meg, akkor esetleg mi lehet ennek a következménye? Hát általánosságban az mondható el, hogy ugye a testünknek több mint 70%-a az víz, és azért egy ilyen hőmérséklet során, ilyen magas hőmérsékletben azért az emberi szervezet párolog próbálja hűteni magát, és ez nyilván folyadékvesztéssel jár, és a nem megfelelő plusz bevitelkor ugye lecsökken a testben lévő folyadéknak, illetve víznek a mennyisége. Ez igazából vérnyomás eséshez vezethet sok minden más mellett természetesen, de ez a legáltalánosabb rosszulétnek a tulajdonképpen leírása az, hogy ebből a folyadékhiányból egy vérnyomás esés következik be, ami ájulásos rosszulétekhez vezet, szédüléshez, hányingerhez, sápadtsághoz, és ezek a legáltalánosabb tünetei ennek a fajta rosszulétnek. És ha már ugye rosszulétek, itt azért emeljük ki a napszúrást, a hőgutát. Milyen esetekben érzékelhetjük ezt, vagy tapasztalhatjuk ezt magunkon, és mik a tünetei? Hát igen, tehát itt azért a nap ártalmaknak, én így mondanám, azért több fokozatát tudjuk elkülöníteni. A legáltalánosabb az, amikor ugye nem tartjuk be azt, hogy 11 és délután 3 óra között árnyékos helyen tartózkodjunk, illetve a megfelelő UV-védelem, tehát azért sapkát kéne viseljünk. Ebből következik az, hogy ugye a testhőmérséklete emelkedik, hiszen nem tudja megfelelően hűteni magát, túl melegszik. Ennek fejfájás, hányinger, szédülés, akár kettős látás. Súlyosabb esetben azért a szívérrendszert is nagyon meg tudja terhelni egy ilyen hőguta. Az már egy magasabb szintű rosszulét, hogy így mondjam. Igazság szerint ezek az általános tünetek, amiket tapasztalhatunk, és ezért tanácsoljuk, hogy mindenképpen a megfelelő hő- és UV-védelemről minden körülmények között gondoskodjunk és tartózkodjunk attól, hogy a napon legyünk. Ha pedig mindenképpen muszáj, akkor viseljünk sapkát. És azért azt gondolom, hogy egy általánosságban egy 70-80 kilós felnőtt egészséges embernek, természetesen aki nem vesebeteg, vagy nincs egyéb olyan betegsége, ami befolyásolná azt, hogy fogyasszon megfelelő folyadékot, azért egy 3 liter vizet nyugodtan fogyaszthatunk. És akkor itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a víz az víz legyen, és ne mindenféle cukros üdítőitalok, hiszen ezek ugye újabb vizet vonnak el csak a szervezetünktől. Valamint sajnos a napokban tapasztaljuk azt, hogy a folyadékfogyasztás kapcsán nagyon sokan alkohollal próbálják ezt a folyadékot pótolni, ami a létező legrosszabb választás egyébként, és sok közterületi rosszulétünk van abból, hogy alkohollal próbálják meg az elvesztett folyadékot pótolni. Hogyha tapasztaljuk esetleg a hőségben a rosszulétnek a tüneteit, akkor mely esetekben érdemes, vagy mely esetekben kell már orvoshoz fordulni? Hát ez természetesen egyéni érzékenységtől is függ. Tehát azért erre nem lehet egy általános szabályt felállítani, hogy ki mikor forduljon orvoshoz. Azt gondolom, hogy azokban az esetekben mindenképpen, ha a testhőmérsékletünk ugye meghalad egy bizonyos hőfokot, mondjuk gondolok itt arra, hogy mondjuk 38-39 fokot, és nem tudjuk ezt csillapítani megfelelő hűtéssel, illetve a patikában beszerezhető vény nélküli készítményekkel. Ha extrém mértékű fejfájás, kettős látást tapasztalunk, ha olyan mértékű szédülést, ami már riasztó, akkor mindenképpen azért érdemes az orvost felkeresni, hiszen egy ilyen nap által okozott túlmelegedésnek azért nagyon komoly egészségügyi következménye is lehetnek, akár a szívérrendszere, mint korábban említettem. Sokan indulnak ilyenkor útnak, akár esetleg messzebb is mennek a nyaralók, a pihenni vágyók. Mi az, ami fontos információ lehet, mielőtt útnak indulunk, mondjuk autóval, vagy legyen szó tömegközlekedésről, és ha esetleg viszünk magunkkal házi kedvencet, akkor mi a teendő? Hát először is mindenképpen javaslom azt, hogy a kocsiban mindenképpen legyen bekészítve megfelelő mennyiségű védőfolyadék, azaz víz. Hát ugye manapság már az autók legnagyobb része azért légkondicionáló berendezéssel felszerelt, azért ez mindenképpen egy nagyon előnyös, hiszen önmagában az, hogy lehúzott ablakkal megyünk, nem feltétlenül oldja meg azt a fajta hűtését a beltérnek, ami megfelelő, illetve ideális lenne. És fel kell készülnünk arra, hogy bizony azért, mert mindenki szeretne nyaralni menni, akár a Balatonra, akár külföldre, azért sokszor látjuk azt, hogy felszaporodik
az autóforgalom, és ezekből dugók alakulnak, és ezért mondom, hogy a kocsiba is legyen bekészítve védőital mindenképpen, hiszen fel kell arra készülni, hogy esetleg órákat ott kell állni, és megfelelő mennyiségű üzemanyag természetesen, hogy a klímaberendezést működtetni tudjuk, tehát soha ne induljunk el úgy, hogy hát majd megtankolunk valahol. Házi kedvencek vonatkozásában pedig a, hát nem kifejezetten a mi asztalunk, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ugyanúgy, ahogy az embereknél, náluk is kiemelten fontos ez, hogy megfelelő hőmérsékleten legyenek ők benne az autóba, és megfelelő folyadék utánpótlásról, és ahogy egy kisgyermeket sem, és magunkat sem, úgy egy házi kedvencet sem hagyunk benne az autóba a tűző napon, hiszen úgy egy kisgyermeket és úgy egy házi kedvencet is nagyon-nagyon hamar életveszélyes állapotba sodor ez a magas hőmérséklet, hiszen a kocsiba akár 50-60 fokig is felmehet a hőmérséklet. Egyébként a vöröskód figyelmeztetés is érvényben van. Ezt a jelzést mínusz 10 fok alatti vagy 27 fok fölötti nappali középhőmérséklet esetén adják ki. Ilyen esetben a szociális intézményeknek szállást kell adniuk az arra rászorulóknak, illetve ha nincs a környéken hajléktalan szálló, egyéb szociális intézményben kell elhelyezni azokat, akik ezt kérik. Nagy a csend az úszómedencénél. És még a csúszdákban sem folyik a víz, a szakemberek az utolsó simításokat végezték a napokban a strandon, hogy aztán indulhasson a 2019-es szezon. Szombaton reggel 8 órától fürdőzhetnek a strandolók, akik közül már az előző évben is rengetegen látogattak el ide egy hűsítő csobbanásra, családi kikapcsolódásra. A strand múlt évben öltött új köntöst, azonban a tavalyi tapasztalatok, észrevételek alapján most is történt némi változás a helyszínen. Mint a tavaly került felújításra a strand, idei évre a tavaly tapasztalt hiányosságot, hibákat javítottuk ki. Látványos újdonság az nem igazán lesz, viszont reméljük, hogy így még jobban tudják az egyes elemeket használni a vendégek. Kicsit talán beszéljünk arról, hogy mik is voltak ezek a hibák, mi az, ami idén már egy kicsit más formában várja majd az ideérkezőket. Ezek elsősorban nem látványos dolgok voltak, például a csúszda érkeztető medencéje kapott egy oldalfalat, ugyanis nagyon sok víz jött ki oldalra, ami miatt a fű se nézett ki túl jól, illetve balesetveszélyes volt, illetve a gyermekcsobbanó medencénél is a lábmosónak az oldalszegélyét meg kellett emelnünk, valamint a spraypartnál is kellett egy szegélyt beépítenünk, hogy az is kényelmesebben legyen használható. Mi a visszajelzés a tavalyi évet tekintve most már így hát júniusban, 2019-ben a látogatók részéről? Tavalyi évünk az nagyon jól sikerült, a tervezetnél is jobb, nagyon sokan jöttek hozzánk, az embereknek már nagyon nagy igénye volt arra, hogy valamiféle fejlesztés megvalósuljon a strandon. Igaz, hogy ez nem volt olyan nagy mértékű, mint amit jó páran szerettek volna, de ez a fajta fejlesztés is már nagyon sok pozitívumot hozott. Azt tudjuk-e, hogy tavaly évben mennyien látogatták meg a strandot? Tavaly ugyebár kicsit később tudtunk kinyitni, július 2-án nyitottunk, tehát 2 hónap volt a szezon. Ennek ellenére körülbelül 60 ezer vendégünk volt. Ugye említetted az imént, hogy hát többen megkerestek, mondhatjuk így azzal, hogy miért nem nyitott ki még a strand, hát akkor mi ennek az oka? Igen, a mi strandunk az egy kicsit speciális helyzetben van az ország többi strandjához képest, ugyanis a fő medencénk az úszoda részeként működik évközben, és napi szinten az úszodát kb. 2000 ember használja. Ha mi májusban ki szeretnénk nyitni a strandot, az azt jelenti, hogy ennek a 2000 embernek gyakorlatilag egy medence részbe kéne összpontosulnia, és a strand valószínűleg nem hozna akkora látogatottságot, ami ezt ellensúlyozni tudná. Tehát sem anyagilag nem érné meg nekünk májusban kinyitni, és ami nagyon fontos, hogy sem az egyesületekkel való viszony miatt nem érné meg. És amit mindenki nagyon vár, tehát akkor szombaton nyit a strand, mettől meddig jöhetnek napközben a látogatók, és egyébként majd augusztusig, vagy szeptemberig, vagy az időtől függően jöhetnek. Reggel 8 órakor nyit a strand, és este 7 óráig leszünk nyitva. Hőségriadó esetén ez kitolódik este 8 órára, és augusztus végéig lesz nyitva a strand. Ugye ez egy kicsit majd ott időjárás függő lesz, hogyha nagyon elromlik az idő, illetve már nem lesz rá igény, akkor ugyanaz a helyzet miatt, amiért később tudunk csak nyitni, minél előbb elkezdjük visszaállítani a strandot, hogy az évközbeni használók igénybe vehessék a nagy medencét. És hát nem csak a nagy medence várja majd a látogatókat, mondhatjuk, hogy a felnőtteket, hanem a kicsiknek is lesz majd mit élvezni. Igen, a kicsiknek ugyanaz a megszokott spraypark és a gyerekjátékok a rendelkezésükre állnak majd.
A strand reggel 8 órától este 7-ig, hőségriadó esetén pedig este 8 óráig várja a fürdőzőket. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!